Tisztelettel köszöntjük nézőinket! A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének erdővidéki szervezete minden évben beszámol a teljesített feladatvállalásairól, valamint életműdíjjal jutalmazza azokat a tanárokat, akik oktatónevelő munkájukkal lelkiismeretesen szolgálták a romániai magyar közoktatást. Továbbá díjazza a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat, valamint a felkészítő pedagógusokat a felelősségteljes tevékenységet kifejtő munkájukért. A mai műsorunkban az életműdíj átadást közvetítjük. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöljek mindenkit, aki a mai meghívásunkra válaszolt. Elsősorban a gyerekeket, tanulókat, és nem sorrendet állítva fel, a kedves pedagógusokat, akik utánam jöttek a nyugdíjas világba, akik a 17-es tanévben nyugdíjba mentek. De mindazokat a kollégákat, akik munkájukkal, eredményeikkel bebizonyították, hogy mindig vannak küzdő pedagógusok, mindig vannak olyanok, akik méltóak a Nemzet Napszámosi címre. Kedves vendégeink, ez már egy régi mondás, hogy a pedagógus szolgálat, és tudatosan hangsúlyoztam ki, hogy a pedagógus az egy szolgálat. Szolgálni egy nemes cél a következő nemzedék formálását, csiszolását, a gyémántok csiszolását. Fontossági sorrendben én nagyon előkelő helyen tartom a kollégák díjazását, és akkor a díjátadást a nyugdíjba vonult kollégák életműdíj átadásával kezdjük. Csongor Juliánna kolléganő díjazása következik. A laudációt Kis Ildikó kolléganő teljesíti. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Csongor Juliánna román doroszakos tanárnő laudációját ismertetem. Csongor Juliánna született Baródon 1956. szeptember 9-én. Általános és középiskolai tanulmányait itt Baróton, az akkori Baróti Ipari Liceumban végzi 1975-ben. Az egyetemi tanulmányait a Bábesbolyai Tudományegyetem kolozsvári filológia karán, mint román-orosz szakos tanár végzi 1979-ben. 1979-től, mint gyakorló pedagógus kezdi meg oktató nevelői tevékenységét. Román nyelv és irodalom oktatása lesz a szakterülete, általános és később középiskolai szinten végzi pedagógusi munkáját. Nem csak a tanítás, hanem a tanulás is foglalkoztatja, mert fokozatosan megszerzi a 2-es, majd az 1-es pedagógusi fokozatot, és ezen kívül számtalan továbbképzési tanfolyamon vesz részt. Aktívan részt vesz az iskola életében, tanárként nem csak a vizsgákra készíti a diákokat, de a különféle versenyekre is felkészíti őket. Tantárgyversenyeket, megyei szintű versenyeket, liceumi és szakiskolai szinten, helyi szinten szervezi a nyelvi kenguru versenyt, részt vesz tudományos konferenciákon, a merevezett dolgozatok, az igényes és következetes oktatói munkának eredménye, hogy országos díjakkal térnek haza diákjaink, munkásságukkal öregítve iskolák hírnevét. Iskolán kívüli tevékenységeken való részvételre is sarkalja diákjait, szervezett emlékműsorokat, katedranapokat, színházlátogatásokat, tematikus kirándulásokat, könyvbemutatókon való részvételeket. Nevelőként az osztályfőnöki tevékenységei során számos generációt indított el a nagyvetős életúton. Felvállalja a liceum szakkatedrájának az irányítását és az erdővidéki román nyelv és irodalom módszertani vezetői feladatkörét is. A több mint 40 év pedagógusi tevékenység során kifejtett munka bizonyíték a szaktudásának, szerénységének és a szakmával szembeni alázatának, ami végigkísérte tanári pályáját.
Ezúttal szeretném megköszönni az egész tantestület és egyben az Erdővidéki Pedagógusok Szövetségének nevében is Csomor Juliának az eddigi munkáját. Nyugdíjas éveihez kívánunk erőt, egészséget és a Jóisten áldását. Egy érem a lév nevesített érem és a tiszafelelem, a Pedagógus Szövetség Erdővidéki Szövetségének tiszafelelem. Azért nyitottam ki, hogy így kell majd a szobába tartani, és így kell szállítani, hogy másnak is megmutat. Isten tartsa meg jó egészséget, jó hosszú nyugdíjat. Nem kapom meg ezt. Jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen, Juditról. A következő kitüntetett Dimény Olga, a tanulókháza volt igazgatónője, testmelőszakos tanárnő, a laudációt Tatár Zsuzsának, ezúttal Bárdies tanár, olvassa a regényt. Azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba járók, a kezetekben egy nagy aranyérem, és hódítsák meg az egész világot. Kosztolányi Dezső. Dimény Olga testnevelő tanár, a Baloti Zsibongó Tanulóklubja nyugalmazott vezetője. Ezek a sorok Dimény Olga testnevelő tanár emberi pedagógusi hitvallását helyezik ki. Ő emberként, tanárként mindig a legmagasabbra helyezte a mércét, a szó konkrét és átvitt értelmében egyaránt. Valamikor a 70-es évek elején fiatal tanárnéként észrevettem a magyar irodalom iránti rajongását, nagy átéléssel tolmácsolta a verseket, és ilyenkor a forrás színű kék szemet szikrázott. Most is hallom szájából Torvási István szavait, amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni. És pár év múlva ezt a lány testemelőszakos tanár kollégaként láthattam viszont. Hiába. Dimény János vonzása erősen megbizonyult, pedig lehetett volna kitűnő irodalom tanár is. Egész pályafutását, a gyermekek okos szeretete, a szakmaiasság, az igényesség, a határtalan munkabírás jellemezte. Évek során sok száz botorkáló kisgyermek keze, vált keze alatt kultúrát mozgású, magabiztos és akaraterős csinos földjén meg lett férfivá, s találta meg a helyét az élet sok területén. Karizmatikus pedagógus egyénység, akinek évtizedek óta kitartó robbanó energiája, kiváló szakmai felkészültsége a gyermekek sokaságát mozgósítja. A torna, az aerobik, a sporttánc, az akrobatikus tánc, a mazsora, a látványtánc nagymestere. Csoportjaiban óvodától a középiskoláig sok száz gyermek tevékenykedik, kitartó konoksággal, versenyek egymással és önmagukkal. A legnagyobb megvalósítása talán az a változás, amely a kis óvodás imbolygó lépései és az érettségére készülő fiatal, céltudatos határozottságok között van. Munkája egész erdővidékre kisugárzik. A környező falvakból áldozatok gyermekével hozzák a gyerekeket a szülők, hogy Dimény a csoportjaiban tanulhatnak, és nem csak mozgást, de tartást, munkabírást, pontosságot, kitartást, céltudatosságot. Nem véletlen, hogy Olgi néni iskolába járó, ahogyan azt csak nem 7 évtizedet, most már sokkal több nevezik. Erdővidéken gyermekek körülbelül kerülnek ki a vidékiskoláinak legjobb tanulói. A tanulói által irányított tánc, modern tánc, sporttánc, a mazsore, látványzás csapatok belekapcsolódnak a megyei országos és nemzetközi betétkedő küzdelmeibe.
sikeresen képviselték városunkat, megyénket, a megmérettetések hosszú során. Tanítványai több megyei, megyeközi országos bajnoki cím büszke tulajdonosait. Hosszú lenne a sor felsorolni az évek során összegyűjtött országos és nemzetközi díjakat. Csak a legutolsóbbat emelném ki. 2017. júniusában Budapesten megrendezett látványtánc Európa bajnokságon két kategóriában aranyérmesek, és az általa felkészített tanulók 2010 és 2016 között is európai bajnokság díjazottai mérlegükben arany minősítéseket és helyezéseket sokaságát nyerték. 15 évig igazgatóként, utána tanévben tagintézmény vezetőként irányítja a Baróti Tanulóklubja tevékenységét. Munkáját dicséri a Baróti Tanulóklubja, a Baróti Városi Szabad Idősközpont, amelynek választott neve a zsibongó, és mondja, hogy élet van benne, nyüzsgés, mozgás és sok-sok munka. Okosan és hasznosan tölthetik itt gyermekeink szabad idejüket. Bábosok, vokátosok, népi táncosok, faragók, elektrósok, igazi otthonra találtak. Erdővidék rangos és közkedvelt intézménye lett a tanulóklubja vezetése alatt. A népi hagyományok ápolása terén is kiváló a tevékenysége. A tanulóklubja mellett létrehozta az Ördög Szekér Néptánc csoportot Nagybacomban és a Pásztor Tűz Néptánc együttest. 2010. júniusában megrendezte a Barátság Tánclépésben nemzetközi néptáncfesztivál és tábor, ahol 5 ország képviselte magát. Kodály Zoltán vallja, nekünk nemzeti ügyünk a tánc. A tánc is, mert hogy benne van a magyar karakter, kifejezésre jut, s valami eredeti és sajátos, mással nem pótolható. Nélküle hiányos a magyar jellemvonások sora. Íme valós tartalmat nyert Dimmélyog a munkája nyomán, a Kosztolányi vers által kifejezett óhaj. Sok baróti erdőbiki tanuló érezhette nyakában az érmek jó leső melegét. A felvidéki Párkánytól a délvidéki Törökbecséig, Bécsen, Budapesten, Kaposváron, Nagykanizsán, Aradon, Temesváron át, a moldovai Onesten, de Olténicán, Bukarestben és a Moldovai Köztársaság fővárosában, Kisinéjúban is meghódozta tanítványait, és arra is volt energiája, hogy megmutassa neki a bukaresti, budapesti parlamentet, az akteleki barlangot, a csodák palotáját, a felvidéki jégbarlangot, Obscsinát, a nemzettemetőjét, Mohácson is sorolhatnánk. Szinte felsorol is lehetetlen. Erős székely magyar identitású, szülőföld szeretetétől vezérelve állította a nyergestetői kopjafát erdőben, intézménye kegyelet róvó kopjafáját. Csoportjai május 15-i szoborhatási megemlékezési ünnepségek állandó szereplői, nem csak Balaton, hanem Sepsin, Kovásznán, Udvarhelyen, a Magyarországon. A gyermekek imádják. Rannanak is tudom, hogy amit Orgi néni mond, az szett. S a bőrölni szerepő vár szó nélkül cipeljük. A kiszállásokra cipeltük sajnos már. Sokszor leírtam és elmondtam a szülők és a magam nevében hálámat, mert amit összetesz, szerintem megismételhetetlen. Boldogok lehetnek azok, akiknek gyermekei részesek lehetnek oktatásának. Az ő tanítványai tiszták és egyenlő gerincek, és ez óriási, az annyira csak ráadás, de jó leső ráadás. Kívánom, még sok, ezt már mondom,
Nem, mert a jövőben nem ismerem, hogy is csinálja. Erdőviki gyermek élhesse meg által a szereplés örömét, a nyertes büszkeségét, hogy testben és lélekben harmonikus emberré válás. És akkor folytatjuk a díjazást. Gyulai György Éva kolléganő díjazása következik. A laudációt Acél Zsuzsánnak kolléganő. Akivel van lehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak minél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, és aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jó tevője. A Baróti Gálmozás általános iskolában tevékenykedett az emberiség egyik ilyen jó tevője, Gyulai György Éva szeretagárnő. Gyulai György Éva tanárnő 1956. december 21-én született Szászrégenben. Kisgyermekkorától a zene vonzás körében és bűvöletében él, így nőtt fel. Szülei, tanítói végzettségűek, édesapja a szászrégeni hangszergyárban, hangoló és hegedű készítő mester. Zenei tanulmányait a szászrégeni zeneiskolában kezdi el, majd a Marosvásárhelyi Főiskola zenepedagógiai szakát folytatja. Fiatal pályakezdő tanárként, de már céltudatosan, előbb énekelni, kottát olvasni, majd húros és fúvos hangszereken való játékot tanította a tanulóit. Gyulai György Éva a zene erejével tanít és nevel. Pedagógusok kórusát vezeti, gyermekkórust alapít, megalakítja tanulóiból a Gyöngyharmad Reneszánsz Együttest. A tanulók házánál dalcsoportot vezet, emellett hangszertanítással is foglalkozik, gitározni és furiázni tanítja gyermekeiket. Míg a tanárok jelentős hányada tanórák után leteszi a lantot, Gyulai György Éva folytatja a nevelői népnevelői munkát. Partitúrákat ír, vezényel, együtteseket vezet, mindenáron igyekszik megteremteni a minőségi zenét, és annak népszerűsítésére törekszik, így módon ő is közösségének kovácsa, a történések alakítója. Az 1988. decemberében alakult Kájni Konszort Régizene Együttes alakítótagja és máig vezetője, hiszen a főiskola óta szerelmese a régizenének és azt vallja, hogy a zene szent hivatása eloltani a gyűlölködést az emberek között, lecsillapítani a szenvedéseket és a boldogság könnyeit csalni a szemekbe a fájdalom éhelyet. Pedagógiai munkájára magas szakmai tudás, szakma iránti alázat, művészeti igényesség, alaposság jellemző. Eddigi tevékenysége alatt több száz fellépést, koncertet tartott az általa vezetett együttesekkel, különböző helyi, megyei, országos és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken. Fáradhatatlan munkájának eredménye a sok országos, megyei és városi versenyeken elért szép helyezések. Mind az iskolai, mind pedig az iskolán kívüli tevékenysége elismerést és köszönetet érdemel. Fontosabb fellépései, a zenevilágnapja, történelmi megemlékezések, tiszta forrás megyei népdalvetélkedő, erdővidéki régi zene találkozó, Gyöngyharmad régi zene együttessel a Dániel kastélyban, nyelvek karácsonya, karácsonyváró koncert, március 15-i ünnepség, népdalverseny a székelyföldi döntő, dalos találkozó, azt Gyulai György Éva tanárnőnek köszönhetjük a minden évben megrendezésre kerülő dalos találkozót, és a 8. osztályosok ballagása. Gyulai György Éva tanárnő, zenei nevelő, hagyományőrző, értékmentő munkáját évtizedek óta törtetlen erővel, hittel végzi. Hajtóereje a székely közösségi életnek, méltó nagykövete a magyar kultúrának.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor folytatjuk a díjazásunkat. Ördög Mária kolléganőnket díjazzuk. A Laudatio de Kell Katalin kolléganőnk fogja előterjeszteni. Ördög Mária fizika-kémia szakos tanárnőt már nagyon jól ismerem. Közvetlen kolléganőnk voltunk több mint 10 éve már. Mária Magyar Vencén Fehér megyében született. Az elemi iskola után a nagyanyedi Bethlen Gábor kollégiumban folytatta a tanulást, amelyet akkoriban nyújtottak fel. A kornak megfelelően modern szaktermeket, laboratóriumokat hoztak létre, amely abban az időben nem sok iskolában volt. Valószínű, ez is befolyásolta további pályájának alakulását. A kolozsvári Báthori István elméleti liceumban elvégezte a középiskolát, majd érettségizett. Ebben az iskolában szintén jó indítatást kapott a reáltudományok irányába. Ezután következett a pedagógiai főiskola Marosvásárhelyen, ahol most már végképp elkötelezte magát a gyerekek és a természettudományok, különösen a fizika, kémia mellett. 1979-ben államvizsgázott, majd következett a tanultak alkalmazása, a pedagógusi pálya, amely nem kevés, hisz 37 évet számlál. Tanított Magyar Hermányban, Nagybaconban, Vibarcfalván, majd 2007-től Baróton a Gármozás Általános Iskolában. A véglegesítő és a kettes fokozati vizsgák után 1996-ban megvédte az egyes fokozati dolgozatát. Élete során nagyon sok gyereket vezetett be a kémia és fizika tudományába. Türelemmel, kitartással, következetes munkával lerakta azokat az alapokat, amelyek nélkül nehéz lenne tovább haladni. Az alapokat lerakni pedig nem könnyű. Nagyon sok előzetes munkára, felkészülésre van szükség, hogy az olyan biztos legyen, hogy majd később nyugodtan lehessen rá építeni. Számos fizika és kémia versenyen vetélkedőn vett részt diákjaival, akik szép eredményeket értek el, és ez mind az ő lelkismeretes, alapos, kitartó munkájának az eredménye volt. Ilyen versenyek, tantárgyolimpiák, alfafizikusok versenye, Öveges József fizika verseny, Gyulai Zoltán természettudományi körverseny, MIPIS verseny, Rálukaripán kémia verseny. Az órái nem csak fizikáról, kémiáról szóltak, hanem a gyerekekről, a nevelésről, az igényességről, a szép beszédről, a jó ízlésről, a türelemről, a bátorításról, pontosságról, őszinteségről. Egy értékes embert ismertünk meg benne, aki csendes ugyan, de mindig megmondja a véleményét, akire lehet számítani, akinek mindig van egy jó ötlete, akivel egy jót lehet beszélgetni, aki mindig segítőkész, készséges és jóindulatú, aki egy kellemes társa kirándulásokon, akivel jókat lehet kávézni, pizzázni. Ördög Mária tanár életében a nevelés nem csak mint szakma, hanem egész életét átszövi. Ez tűnik ki azokból a visszajelzésekből, amelyeket közvetlenül vagy közvetetten kap nap mint nap a volt diákjaitól, akik már felnőtt fejjel gondolkoznak. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy a gyerekkorban elhint egy csira, ha jól gondozzák, felnőtt korban hozza meg a gyümölcsét. Azt hiszem, egy igazi pedagógus munkájának eredménye sok év után is megmarad, és ez az, amikor azt mondhatja, hogy ezért érdemes volt dolgozni, élni. Ördög Mária tanárnőt javasolom az életművi díj elnyerésére, és kívánunk neki további jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli működés éveket. Szőcs Ildikó kolléganő díjazása következik. Laudatio de Józsa Derinka fogja előterjeszteni. Szeretettel köszöntök mindenkit. Mondtunk, a magyar nyelv léptemjőből és reménye, és a Juhász Ferenc
Nehéz a búcsú az iskolától, a barátoktól, diákoktól, a kollégáktól. Ám, hogy most is látjuk, még a tanár életében is eljön egyszer a pillanat, amikor búcsút kell intenie az alma maternek. Szőcs Katalin Ildikó 1956. november 24-én született Baroton. Középiskolai tanulmányait a Baroti Ipari Liceumban végezte szép eredményekkel 1975-ben. 1976 és 1980 között a kolozsvári Bábos-Bolyai Egyetem filológiai karának hallgatója volt. Orosz-magyar szakos tanári diplomát szerzett. 1980 és 83 között orosz és magyar nyelvet tanított Baroton a középiskolában. Majd az Erdőfélei Általános Iskola orosz szakos tanára volt egészen 1989-ig. A forradalmi változás fordulat után 1990-től egészen 2017-ig a Baroti Gálmozes Általános Iskolában tanított magyar nyelvet és irodalmat. A megmaradásért vívott harcban a magyar kisebbségnek egyetlen fontos eszköze, fegyvere az anyanyelv. Ez Szőcs Ildikó hitvallása pedagógusként, emberként. Értékrendjében fontos szerepet töltött be az értékmentés, értékőrzés, anyanyelvünk, kultúránk ápolása és őrzése. Fontos volt számára hivatástudat, szakmaszeretet, az anyanyelv kiemelt fontosságára, az irodalom szeretetére, az olvasás iránti fogékonyságra nevelni. Az évtizedek során követték egymást az irodalmi esték, előadások, vetélkedők, irodalmi kirándulások, testvériskolai kapcsolatok, iskolai kiadványok és határtalan verseny. Mindig mindenhol jelen volt, ahol a módszertani ismeretek gyarapításáért, az anyanyelv megőrzését és művelésért tenni kellett. A tanítás szép, magasztos hivatás, vallja Ildikó. A megmérettetéseken számos díjat, elismerést szereztek tanítványai, akik sok első, második, harmadik díjjal, illetve dicséretekkel tértek vissza a megyei, országos, nemzetközi versenyekről, és gazdagították az iskola éremgyűjteményt, és emelték ezáltal iskolánk hírnevét. A sok teljesítményét, a mások teljesítményét is tisztelő szerénysége kiemelt helyet biztosította a közösség életében. Odaadását, elkötelezettségét az is igazolja, hogy felvállalta a versenyekre való felkészítés áldozat részét is. Ildikó munkája elismerést és köszönetet érdemel. Egy tartalmas pedagógiai pálya meggyőz minket tettekkel, eredményekkel arról, hogy érdemes volt, érdemes küzdeni. Sikerekben gazdag pedagógusi pályája adott enyhülőst Ildikónak testi fájdalmai, betegsége elviselésére. Méltósággal élte, éli meg hátrányos helyzetét. Jellemében meghatározó jegyek a becsületesség, kitartó munka, komolyság, hivatástudat, méltó, tisztelettudó, segítőkész magatartás kollégáival és tanítványaival szemben. Nagy odafigyeléssel, szeretettel vigyázta irodalom kedvelő, tehetséges tanulóinak minden törekvését, lépését. Fontos volt számára az a munka, amelynek értelme, haszna és gyümölcse van. A gyermekeket munkaszeretetre nevelte, alakította önértékelő képességüket. Fontos volt számára a gyerekek szeretete, elismerő tekintete. Szeretettel viszonozni, az éltető szeretet erejében hinni, mindez hozzátartozik személyiségéhez. Példát adott, ad a szeretetről, elfogadásról és megbocsátásról. Az emberben van egy alapvető igény a harmóniára, boldogságra és szeretetre. Ez az állítás igaz Szőcs Ildikó embertársai kapcsolataiban. Ez életének igazi értelme. Nem dicséretre, magasztalásra, hanem szolgálatra született. Ez a mai elismerés, kitüntetés is biztatást ad további munkájához. Legalábbis reméljük.
Teljesítménye elismerést és köszönetet érdemessé teszi az életműdi elnyerésére. A méltatás az Timár Ida magyar tanárnő írta. Folytatjuk a díjazásunkat. Már nagyon régen, talán a pedagógus díjjal egy időben született meg az az ötletünk, hogy díjazzuk mindazokat a kollégákat, akik nem pedagógusi szakmából, de az iskola szolgálatában eltöltött hosszú évtizedek után az iskolából mentek nyugdíjba. Én szeretném díjazni az iskola szolgálatában eltöltött érdemeiért, több évtizedes munkájáért Hermány Anna Máriát, a Gál Mózes általános iskola főtitkárnőjét, és megkérem az igazgatóasszony, Bán Anna Mária igazgatóasszony, hogy méltassa tevékenységét. Kedves Anna Mária néni, mindannyiunk Anna Mária. Minden embernek kell legyen egy feladata ebben az életben. Kötelességem belül, vagy azon kerül is talán. Mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Hermány Anna Mária 1982-ben kezdte meg munkásságát a tanügyben, mint oktatómester az akkori liceumban. 1985-ben lett a Baróti Gál Mózes általános iskola főtitkárnője egészen 2017 márciusáig. Azóta 35 év telt el, ez alatt Anna Mária néni mindvégig igyekezett hivatásához méltóan élni és dolgozni. Intézményünknél példát mutatott munkakörei iránti szeretetéről, becsülettel, sokszor erőn felüli munkát végzett. A munkaidő leteltével számára gyakran nem volt vége a napnak, szabad idejéből is sokat áldozott a munka elvégzésére. Köztisztviselői tudata, segítőkészsége, tapasztalata, törvényismerete példaként áll a munkaközösségünk, diákjaink és a szülők előtt. A 35 év alatt nem lehet megszámolni, hány tanügyminiszter váltotta egymást, hány kormányváltás volt, és Anna Mária néni az általuk kitalált, havonta változó törvényeket, kormányrendeleteket, átiratokat nem csak tanulmányozta, értelmezte, hanem kellően alkalmazta is. A homlok egyenest egymásnak ellentmondó statisztikákat is napra készen vezette, nem tudom, lehet-e számokban leírni azt a pénzösszeget, amit a hosszú évek során kiszámolt becsületesen a kollégáinak. Az igazolások kibocsátásának a száma is végtelen volt. Mindezek mellett becsületesen helytállt családja mellett is. És az előbb elhangzott díjaknál is Anna Mária néninek nagy szerepe van. Tehát az ő munkaköre nem volt ennyire látványos, de ő is sokat tett az intézményünkért. Most mindezt szeretnénk megköszönni. Tudom, hogy hálálkodni nem elég ez az egy nap, de elárulom, hogy ritka az a hét, hogy nem emlegetnénk el, hogy ez Anna Marinak a kicsi ujjában volna. Köszönjük Anna Mária néninek az együtt töltött éveket, és hogy mindig számíthattunk rá, és köszönjük a jelenlegi útbaigazításokat is. E számvetés után senki sem vitathatja, hogy jöhet a megérdemelt pihenés. Egy új életforma. Egy Tischler Renáta idézettel búcsúzok. Az életed egy új fordulatot vesz. Egy régi ajtó zárul be előtte, de ne félj, hisz ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép. Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek, soha ne fordíts hátat az embereknek, szeresd a szépet, keresd a jót, ha szükséged van rá, mi mindig itt vagyunk.
Kívánok jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli, nyugdíjas életet. Köszönöm.